A Szever-Vajdasági Liga 35. fordulójának keretében a Becsei 1918 ifjúsági futballklub szerdán a Tisza melletti városi stadionon 3-1-re legyőzte a Duna csapatát Stár Ivánovciból. Nyugodt és könnyed, kemény startok nélküli mérkőzés a hazaiak kezdeményezésével a pályán, akik végig diktálták a tempót és uralták a labdát, és akiknek több esélyük volt, de ami a legfontosabb, a 90. perc végéig az eredmény is őket igazolta. Röviden ez lenne a szerdai meccs összefoglalója. Meg kell azonban jegyeznünk azt is, hogy az eredményt nagymértékben befolyásolta a vizes pálya, valamint az óbecseiek koncentráció hiánya is. Ugyanis a kékfehérek eredménye sokkal meggyőzőbb is lehetett volna. Ezzel a mérkőzéssel, sem a játékkal, sem a játékhoz való hozzáállással nem lehetünk elégedettek. Ma olyan dolgokat csináltunk, amiket az eddigi meccsek során még nem, és ez nagyon befolyásolta a játékot. Azonban a gyenge játék mellett az, hogy győztünk és újabb 3 pontot szereztünk, ez lehetne a mérkőzés nagyon rövid összefoglalója, de valahol ez is a legfontosabb. Ami a gólokat illeti, az elsőt Illich szerezte Krajinovic asszisztenciájával a meccs 12. percében. Másodikként Tutnyevics iratkozott fel a gólszerzők listájára a 34. percben, büntető rúgással. Mivel az Illich ellen elkövetett szabálytalanság miatt Gyumics játékvezető 11-est ítélt. A mérkőzés első részének a vége előtt a hazaiak koncentráció csökkenése miatt a 41. percben a Duna csapatának Krámernek köszönhetően sikerült csökkenteni a gólkülönbséget 2-1-re, és ez volt egyúttal az első félidő végeredménye is. A harmadik és utolsó gól ezen a meccsen a második félidő 45. percének elteltével született, ugyanis a játék utolsó másodperceiben Tatićnak sikerült befejelni az ellenfél hálójába a labdát, és 3-1-re lezárni a meccset. A következő 36. fordulóban, amit már néhány nap múlva játszanak, a Becsei játékosai Csonopjára utaznak, ahol az ottani Szlogát csapatával mérkőznek meg. Emlékeztetőül elmondjuk, hogy ennek a meccsnek már nincs nagy jelentősége, hiszen a Szloga a kiesés zónában van, és ősztől a Vajdasági Ligában fog szerepelni, míg a Becsei az 5. helyen áll, és nyugodtan zárja ezt a szezont. Lesz még egy ellenfelünk, akik a tabella alján vannak, úgyhogy remélem, hogy javítani tudunk a hozzáállásunkon, és pozitív eredményt érünk el.